Pivan azt mondta, hogy hát kezdünk átalakulni ilyen iskola rádióval, mert mint a kollégákkal beszéljük meg a dolgokat. Aztán te azt mondtad, hogy a CNN-ben is így van, igaz? Hát az, hogy CNN-ben is kollégák, a saját kollégáikat felhasználják arra, hogy szakértsenek, vitatkozzanak, csak akkor mi vagyunk a CNN, rendben van. Úgyhogy azért kértük, hogy fáradj be, mert a fölolvasok neked néhány címet, ugye a ünnep mindig arra jó, hogy megálljunk egy kicsit és körülnézünk, hogy milyen világban élünk, és most éppen ilyen címeket találok. Meg lesz a világ orosz olaj és gáz nélkül, nem biztos. Európa néhány évtizeden belül lakhatatlanná válhat. Azt mondja, hogy azt mondják az ukránok, Magyarország olajmézaskalásra váltja az elhunyt ukrán gyerekek lelkeit. Atomháborúról beszélnek az olasz állami tévében. Hogy mondjam csak, a mi generációnk, de más generáció is azt hitte, hogy így békében le tudja élni ezt a életet, és így belefutunk, így lassan a vége felé, abba, hogy ez mennyire nincs így. És élünk egy olyan világban, amit egyre nehezebb átlátni, és egyre nehezebb tevékenyen eldönteni, hogy mit tudsz tenni a gonosz ellen a jóért. Már bocsánat ezért a nagyon biblikus hasonlatért. Ugyanaz, mint ami a 30-as években volt, akkor is az akkori nem CNN és nem klubrádiósok, hanem más fórumok aktív gondolkodói ilyen dolgokon tanakodtak, hogy elkerülhető-e a világháború vagy sem. Hogy meg az értelmiség árulásával mi van most? Igen, nagyjából tulajdonképpen nagy vonalakban egy az egyben ugyanazok a kihívások voltak objektíve, és ugyanazok a szubjektív megközelítések léteztek, mint most. Tehát én azt elfogadom természetesen, hogy a mi generációnk, ami a ratkó gyerekek vagyunk, vagy angolul a baby boomerek, és világszerte ez a legvaskosabb jelenlegi döntéshozó generáció, ez egészen elképesztő történelmileg, mert beleszülettünk valamibe, ami úgy kísért bennünket végig, amikor már éberen figyeltük a világot 7-8 éves korunkban, hogy majd holnap jobb lesz. És többé-kevésbé mindenütt, Amerikában, Afrikában, Magyarországon elmondhatták a szülők, hogy igen, holnap jobb lesz, és nem tévedtek. Ez egy speciális kegyelmi időszak volt. Lehetséges, hogy a 19. század végén valami hasonló is lehetett. Az is egy ilyen globalizációs irányban elment, és globalizációba torkolott időszak volt. De a történelem mind a mai napig igenis sokkal nagyobb segítséggel szolgál a várható fejlemények belövésére, mint azt korábban gondoltuk, mert például mondjuk a 80-as évek legvégén azt mondtuk, hogy erre nincs történelmi példa, hogy esetleg vége a történelem. Ugye azt mondta Fukuyama, hogy a történelem vége. Nincs tovább, már nincs izgalom, minden lezajlik. De akkor is például a Spiro, ha már irodalomnál tartunk. Csak behelyettesítette a liberalizmust Marxtól a kommunizmusba. De akkor is voltak, és ma is emlegetem mindig a Spiro Györggyel való beszélgetéseimet, hogy ő mindig felhívta a figyelmet, és egyébként meg is írta, hogy semmi, de semmi ok arra, hogy feltételezzük, hogy olyan világ következik, ami jobb lesz. Simán, ahogy mondta, és most már nem is túlzásnak tűnik, visszazuhanhatunk a középkorba. Mindenképpen szellemi vitákban olyan radikális szélsőségeket látunk bevonulni a fővonalba, és ráadásul ilyen egészen radikális nézetek tudják a megosztott emberiséget monopolisztikusan befolyásolni, hogy ha ezt most a Holdról nézzük, mert a Holdról is látható, akkor azt mondanám, hogy egyfajta új középkori állapotok is kialakulhatnak, annál is inkább, mert például Magyarországon egy feudalisztikus rendszer is ki tudott alakulni. Tehát ez mutatja, hogy ez bekövetkezett, ezt egyszerűen nem lehetett volna elképzelni sem
a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, hogy feudális struktúra kiválóan tud működni, vagy netán a feudalizmusnak egy olyan modernebb formája, mint a szicíliai maffia, vagy az Escobar-féle Kolumbiának a helyzete. Attól fejlettebb ez, hogy az Escobar meg a szicíliai maffia nem maga volt az állam. Most pedig maga az állam az, amelyik képes ilyet produkálni, és nem csak Magyarországon. Ez az állam, vagy pedig az államot elrablók? Hát itt az állam elrablásáról. Jó, tök mindegy, de aztán állammá válik, és kívülről a holdról nézve ez az állam. Hát nem tudom. Nem tudom, nekem mindig bajom van ezzel, amikor más persze nem tehetünk, a múlthoz próbáljuk hasonlítani a helyzetünket, hiszen sem elég távolságunk nincs hozzá, hogy a jelenünket átlássuk, sem pedig a jövőben nem látunk bele. Ezért ilyeneket mondunk, hogy 30-as évek, meg Hitler, nem, inkább ez egy Mussolini típusú fasizmus, ami kiépülőben van, stb. De hát ezek természetesen nem, hogy nem pontosak, hanem azt se tudjuk igazából vele kapcsolatban, hogy amit beszélünk, az igaz-e. Azért, mert vannak hasonlatos jelek, attól még egyáltalán nem biztos, hogy ugyanarról van szó. De onnan lehet tudni, hogy hogyan reagál az állampolgároknak a többsége úgy egy országon belül, hogy gyakorlatilag úgy érződik, hogy ő nekik az agyuk már részben a szívük el van rabolva, teljes mértékben. Tehát, hogyha mondjuk nézzük a márai naplóit a 40-es évekből, vagy korábbi naplókat a 30-as évekből, akkor tulajdonképpen sokkal érthetőbb volt akkor egyébként, mint ma, mert nem volt internet, nem volt globalizáció. Meg ott volt Trianon közvetkezmény. És ott volt a Trianon objektíve. Igen. De önként és dalolva kialakul egy zárt gondolati társadalom, amiben az elején még kételkednek abban, hogy hát ez hülyeség, hát ez nem lehetséges, hogy mi a Hitler oldalára álljunk, utána pedig lassan, de biztosan mindenki magáévá teszi, hogy nincs más magyar út, mint Hitler oldalára állni, és eközben az abszurditások, hogy tudnilik a mi szövetségeseink azok, akik szemben területi követeléseink vannak, és azok az ellenségeik, akik soha az életben nem voltak semmilyen módon a magyar történelemmel olyan viszonyban, hogy rosszat tehettek volna nekünk. Tehát ennek a dolgok egyszerűen a szőnyeg alá seprődnek, nincs a rációnak semmilyen jelentősége, hanem a szívnek, az érzelemnek van kizárólagosan. És a szívet meg az érzelmet lehet illúzionizmussal meghódítani, ez lehet vallási alapú illúzionizmus, és lehet a jelek szerint, mindenképpen lehet pénzzel is megvásárolni szívet, lelket, és lehet valami olyasmivel, amit hosszú időn keresztül nem vettem jó magam figyelembe, hogy tudnilik, micsoda jelentősége van mind a mai napig egy ősi dolognak, a törzshöz tartozásnak, ha úgy tetszik, akkor később a nemzethez, az etnikumhoz tartozásnak, hogy ez mindenek fölé kerül, és hogyha azt mondjuk, hogy család, ami természetesen mindenkinek szent, a család szót átteszik a nemzet család, a politikára a politikai család, és a család szó átemelkedik egy olyan viszonylatrendszerbe, amibe egyébként a normális Magyarországon, és ez mondjuk a 80-as évek, 90-es évek, ez a normálisnak tűnt mai szemmel nézve visszatekintve, ez nem lehetett, tehát épeszűen azt gondoltuk, hogy ez nem fog megtörténni. Nem csak a családról van szó. Nem csak a család fogalmának, ahogy mondjam, csak a megrontásáról van szó, hanem hogy nem gondoltuk, hogy a származás, a vallás, ez az idióta gender kérdés, vagy éppen a, már úgy értem, hogy ennek a negatív felhasználása. Ez számítani fog, mert ha nem is gondoltam én soha, hogy a világnak, már történelemnek vége lesz, de hogy a polgári gondolkodás, amelyik első helyre tett polgári értékeket is, azt, hogy te honnan származol, milyen a bőröd színe, igen, milyen a vallásod, én ezt nem mondom, hogy nem fontos, de ez egy másod-harmadrendű dolog. Igen. És mi a dolog kezd megfordulni? A igen, polgári értékek mennek a negy, majdnem nem mondom, hogy mennek a levesbe, de mennek hátra, és már nagyon fontos, hogy mi a vallásod, hogy hol születtél, mit gondolsz a cigányokról, vagy a románokról, mit gondolsz a bevándorlókról, milyen fajtájúak ezek, és hogy mi fajtánk féle, igen, vagy nem a miénk, ez valami rettenet. Igen, de nem
mondanám, hogy természetellenes. Valószínűleg, ha végignézzük tényleg a hosszabban a történelmet, akkor ez számít természetesebbnek, és az nem számít természetesnek, amit a liberális gondolkodási részben. Jó, de akkor fel kell tenned a kérdés, hogy ha van egyik, és van másik, tehát van egy liberális szakasz, és vannak utána ezek a szélsőséges, mondjuk így finoman szélsőbb, vagy szélsőjobboldali szakaszok, akkor az első minek van egyáltalán? Két diktátor között pihenjen a nép, vagy minek? Ez valószínűleg ez a kérdés, ez nem releváns most, mert ez tényleg intellektuálisan érdekes kihívás. Azt kell érzékelni, hogy az az időszak, amit mi felnőttként megéltünk békében, az egy páratlan dolog lehet talán a történelemben. Nem ez a természetes. A természetességét az alakította ki, hogy az Egyesült Államok belépett a második világháborúba, pedig nem akart eleve, és azt hitte, hogy ez az egész megoldható szűk európai metszetek között, és az Egyesült Államok győzelme egy olyan értékrendet vitt tovább, és terebélyesedett ki a közönség kérésére. Nem azért, mert rákényszerítette, hanem a közönség, a világ kérte, hogy ez legyen, azért, mert belátták, hogy sikerrel járt a világ számára az, hogy ők mégiscsak beléptek a második világháborúba, és egy győztes történelemben példátlan módon nem elnyomta az egykori ellenséget, nem eltaposta, hanem fölemelte Németországot és Japánt. Mind a kettőben több százezernyi amerikai halt meg. Mégis fölemelte a saját szintjére. És innentől kezdve, és nem kellett köszönetet mondani az amerikaiaknak. Ez egyetlen mielőtt elszállnánk az élet. Természetesen, igen, persze Amerikának ez gazdaságilag óriási hasznokat hozott, ezt tegyük hozzá. De nem ezért nem csinálta. Nem tudom, hogy miért csináltak. Hát hogy csinálhatta? Angol száz kapitalizmusban küldetés tudatos elnökök pusztán az elveikért kockáztatnák amerikai katonák százezrednek az életét, én ezt eleve nem hiszem el. Nem. Kár, hogy nem hiszed el. Mert semmilyen értelme nem volt racionális. Ha most megnézzük a magyarországi vitákat, az egyik oldalon azt mondják, inkább persze mache módon, a magamfajta emberek, hogy minden áron föl kell áldozni, olaj, stb., mert nagyon nagy globális kihívást kell legyőzni, olyat, mint a Hitlert, és ezért áldozatokat kell hozni. A másik oldal a legtermészetesebben az, hogy minek? Ez az ő háborújuk. Ugyanez, és jobban járunk anyagilag. Ugyanezt mondták Amerikában. Amerikában nem volt olyan pénzügyi gazdasági lobby, amelyik támogatta volna, hogy az Egyesült Államok lépjen be a második világháborúba. Megjelent a fasizmus veszélye egyébként sok Amerikában élő német közvetítésével. Megjelent a fasizmus veszélye sok Amerikában élő japán közvetítésével. És Amerikát azt is lehet mondani, például Japán belebombázta a második világháborúba Pearl Harborral. Vagy azt lehet mondani, hogy több német atomtenger alatt, nem atom még akkor nem volt, tenger alatt járó azért megtámadott amerikai hajókat, azzal belebombázták Amerikát. Tehát a világháború. Pontosan erről van nem szó. Nem erről van szó. Én ezt nagyon, én ettől már nagyon félek, hogy vannak értékeim, és akkor ennek alapján az rútanyagiak nem. Jó. Azért imádkozok, hogy az értékek mellett ott legyen az anyagi érdekeltségben, akkor nincs árulás. Jó. Hosszú távon összemosódnak majd az anyagi dolgok, mert a második világháború után előre nem kalkulálhatóan, de nagyon jól járt az egész világ, mert az egész világon a második világháború és 2020 között hihetetlen mértékben csökkent a szegénység, hihetetlen mértékben növekedett az egészségi ellátásban részesültek száma. Amerika háborúba lépett, hanem mert egy háború... De összefügg azzal, hogy egy amerikai világrend alakult ki, és ezt az amerikai világrendet lehetett rugdosni, lehetett köbdösni, de végül is ezt kérte a
világ, és nem a szovjetet kérte, ezt onnan lehet tudni, hogy az egyik összeomlott, a másik nem omlott össze, van, és onnan lehet tudni, hogy a Medvegyevnek, a Medvegyevnek a fia a New Yorki Kolumbiára jár, és nem Novoszibirszkben, a Putyinnak a hajói Marbellyán vannak, és nem a Fekete-tengeri Krím félszigeten. De ne keverjük és, össze a második világháború után a helyzetet mindez, a maival. Nem azt akarom mondani, össze, nem a második világháborúról van szó, hanem arról van szó, hogy az amerikai szellem és az, amit képvisel, az győzedelmeskedett, és különböző véletlenek nyomán, nem azért, mert akart, hanem azért, mert erre volt igényt, ahogy a McDonald's... Sokkal sikeresebb volt, igen. De nem csak azért, mert jobbak voltak, a fegyverei nem voltak jobbak, hanem azért, mert az amerikai kultúrának, a hétköznapiságnak volt húzása, igen. A szovjetnek meg nem. Így szovjet van. Filmeket nem akartál nézni, amerikai filmeket igen. Szovjet zenét nem akartál hallgatni. De ezt nem kényszerítette senki. Nem. Azt mondom, sikeresebb volt, húzása volt, korszerű volt. Vagyis szólt az emberekhez. Jobb az egész. De az nem igaz, hogy az egész világ Amerikát kérte, mert a Görögországban a háború után a kommunista partizánok majdnem kormányra kerültek, amerikai katonai és politikai nyomása nem, de Olaszországban ugyanez történt. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy a Szovjetuniónak volt egy akkora kiterjedt hatása abban az időben, ami létrehozta, vagy megerősítette például a francia kommunista pártot. Hát nagyon nagy erő volt. Olaszországban a kommunisták nagyon nagy erőt képviseltek, igen, és máshol is. És képviselhettek. Vagyis, hogy legitimek voltak. Próbáltad volna meg a szovjet érában, hogy legyen egy polgári párt, legyen egy nem az egész abszurditás. Nem azt mondom, hát valamihez viszonyítani kell. Péter, én az azt mondom, hogy az egyik nem. Igen. Azt mondom, hogy mind a kettőnek volt bizonyos húzása, befolyása, tekintélye. Az, hogy melyik volt a sikeresebb, a jobb, a hatékony, az nem kérdés. Az volt jobb, amelyik győzött. Azért győzött, mert az emberek ezt akarták. Azért. Mert az emberek azt szeretik, hogyha ellentmondhatnak annak kenyéradó gazdájuknak, és rugdoshatják, leköphetik, lásd Magyarország az Európai Unió, de Magyarország ettől meg az Európai Uniótól elfogadja a pénzeket, utálják az Európai Uniót, utálták az amerikai nagybácsit, de mégis ő hozzá akartak tartozni. De miért mondasz ilyeneket, hogy az emberek szeretnek szabadok lenni, és szeretik a véleményeket? Azért, mert például a mai világban én egyáltalán nem ezt látom. A mai világban nem, mert kifújt az az idő, amíg ezt élvezni tudjuk. Amikor volt Szovjetunió, ahhoz kellett viszonyítani, amikor volt náci Németország, ahhoz lehetett viszonyítani, stb. Ez most kifújt, mert a szabadságnak egy olyan fokára tudott eljutni az emberiség, amikor megint önként és dalolva tud dönteni, és nagyon sokan úgy döntenek, hogy nekem már elegem van ebből a szabadságból, nekem az kell, hogy legyen egy tekintély. És visszaköveteli az ember ősi gyökerekből táplálkozva, a vérében van, hogy legyen egy nagy úr, aki lelátogat hozzá, és azt megtapsolja, mert hintóval, mert Bentleyvel lelátogat hozzá, és aki csak biciklivel jön oda, az pedig lenéz, hogy mi az, ez csak egy bicikli, hát akkor én nem fogok a biciklistára szavazni, én a Bentleyvel ide látogató, nagy kegyesen ide látogató úrt jó, fogom. Jó, tehát a szabadság felhasználató, szabadság elnyomására, hiszen... Pontosan így van. Igen, ezt tudjuk. Így van. Tudjuk. És a másik, hogy az ember szereti az elnyomóját, ezt tudják Stockholm-szindrómának, és ma arról van szó, hogy meg annyi visszásságot mind-mind tud a magyar ember, és azokat még nagyobb hívvel szavazza meg, akik ezeket a visszásságokat az ő tudomása szerint elkövetik. Nekik megengedik. Ahogy Escobarnak mindent megengedett a kolumbiai népnek egy része, ahogy a szicíliai maffiának mindent megengedett, ugyanúgy azt mondja, jó nekünk a maffia, ne akarják mások ránk tukmálni ezeket az egyenlős... Ez már ne haragudj, nem, tényleg nem kötekedni akarok. De nyugodtan. Mikor mondta a szicíliai nép azt, hogy neki jó a maffia? Az ördögbe is. Te figyelj, ne. Hogyne? Palermóba elmentél te a maffia múzeumba, ott a fő egyik fő. Megmondom ezt, hogy nem. Nem, jó. Nagyon érdekes és tanulságos. Nem mondott a szicíliai nép ilyet soha maffiára, mert nem ment el az esze, hanem arról van szó, hogy nagyon-nagyon szegény neki családok, igen, épültek be kényszerűen a maffiába, mert nem tudtak másképpen megélni, hát, és vállalták azt, hogy akár még ugye belépő mindig egy gyilkosság volt, akkor hitték el, hogy oda tartozott. De ő volt de a munkaadó.
ettől nem választották szabadon nem, a mafiát. Valóban e tekintetben nagy a különbség. Most egy olyan történelmi pillanat van, minden egyes pillanatnak van egy sajátossága, hogy most önként vállalják. De Libanonban a Hezbollah az ugyanolyan, mint egy maffia, de az ott élő embereknek maga a munkaadó, nincs állam, amelyik rendes kórházakat csinál, az Hezbollah megcsinálja. Ugyanezt csinálta a muzulmán testvériség Egyiptomban. Kórházakat csinál, pontosan így van. Iskolákat csinál. Most, mivel nincs más, maga az állam csinál kórházakat, maga az állam épít mindenféle autópályát, vagy ilyen szép parkokat, meg pláne stadionokat, hát akkor ezt nem tudja semmiképpen sem bizonyítani, hogy a ellenzék ezt megcsinálná, vagy bárki más. Azt mondják, ahogy a Kádárnál is mondják, hogy nekünk ez így jó, nem tökéletes. Hát mi tökéletes? Semmi nem tökéletes. Persze, hogy vannak hibák, vannak, de azért mégis a miénk, ez a miénk, ez a mi szívünk, és jönnek ezzel a szöveggel, ami nagyon bejön, hogy magyar szív, hogy mindannyi az köt össze bennünket, hogy magyar a szívünk. Nekem Orbán Viktor is mondta, amikor nagyon jó kapcsolatban voltam vele, hogy az a baj a te oldaladdal, hogy nincs magyar szívetek. Nem bántóan mondta, hanem egyszerűen toleránsan, hogy nincs magyar szívetek. És az egész hogyan magyar értelmi... Ezt akarom mondani, hogy ezt... Azért, mert te neked ez hülyeség? Azt hiszed, hogy ez másoknak hülyeség? De azt hiszed, hogy ezt először mondta ő, és semmit nem talált fölő, egy másologét. Jó, persze, hogy más. Ezt az Antal korszakban mondták nekünk először, hogy gyerekek, próbáljatok persze, a magyarnak lenni. Persze, hát ő előveszi a különböző 30-as, 40-es évekbeli akkori népíróktól kezdve az akkori vitákat ismerve, ő előhozza mind a mai napig azokat a sémákat, amelyek beváltak. A kádári sémákból is átvesz sok mindent, nem? Mindenből átvesz, igen, de a legtöbbet, hogy a Putyintól tanult. Is. De ne, nyitott, tehát minden olyan séma, ami beválik valahol, akkor elküldi az ő embereit, hogy tanulmányozzák, és jelentik neki szépen, hogy az hogy működik, és hogyha jól működik, akkor azt mondja, hogy próbáljuk. Tehát egy rendkívüli nyitottság is van, de egy milyen zárt rendkívüli rendszer érdekében. Úgy érted. Tessék? Úgy érted, hogy mondjuk az amerikai demokrata kormányzáshoz elküldi az embereiket, hogy mi az, amit a siker igazol a demokratas... De akkor nem nyitott mindenre, hanem nyitott, ami az ő hatalmi érdekének. Pontosan így van. Hát így akkor fogalmazunk pontosan. Jó. Igen, korábban mindenre nyitott volt. A 90-es évek elején, amikor Bécsben találkoztam vele, akkor ő minden oldalra nyitott volt. Nem volt dogmatikus, látta a problémákat a liberális gondolatban, látta a másik, a csurkap gondolatban, de nem mondom azt, hogy elítélte és porigalázta volna a beszélgetésekben a csurkát, de nyilván úgy gondolta, hogy a liberalizmus a lényeges, és azt mondta, hogy egy Jörg Haiderrel nem hajlandó tárgyalni. Utána egy szellemfejlődésen ment keresztül, és az lett a meghatározó, és ez a meghatározó. Hogy mi az én érdekem? Miért jó az nekem, ha itten holmi elvont értékeket kergetek, miközben egyszer élünk, és ezt az életet, ha már hatalom közelében vagyok, akkor arra kell használni, hogy a hatalommat megszerezzem, és a hatalommal úgy éljek, hogy azok az álmok, amelyek gyerekkorom óta egy Magyarország kép, azokat megvalósítsam. És ő mindig törekedett az ő gyerekkorai elképzeléseinek a megvalósítására, például, hogy legyen stadion a faluban, legyen kisvasút, és így tovább. Ezeket mind-mind kivétel nélkül megvalósította az országban, nagyjából egy olyan kép rajzolódik ki, hogy megvalósult az ő gyerekkori álma, azzal élt, hogy ő a hatalmat arra használta, hogy ő úgy gondolta, Orbán csodaországában élünk? Tessék? Orbán gyerekkori csodaországában élünk? Gratulálom. Nagyjából igen, nagyjából biztos. Na jó. A másik, amit mondani akarok neked, miközben itt nézem ezeket a szörnyű híreket, nem biztos, hogy Európa túléli, atomháborúról van szó, össze fog omlani Európa, mert nem fogja bírni az energiaterheket. Már a ukránok mondják, ami egyébként várható volt, hogy a világ ki fog fáradni az ukrajnai, mert az ukrán fél támogatásában, és akkor jön az ellencsapás, hogy arra kényszerítik az elitjeiket, hogy ne költsenek annyit Ukrajnára, ne küldjenek annyi
annyi lőszert, és hagyják őket békén kiegyezni az oroszokkal, ez nem a mi háborunk fog majd elhangozni egyre többet, ezt mondta Zelenszky, és ő jól fél. Azt hiszem, ő jól fél, mert e felé haladunk. De amit mondani akartam neked, az a, még visszatérve a generációs dologhoz, hogy mennyire minden generáció, gyakorlatilag a reformkor óta, amikor az egyetlen sikeres magyar generáció volt, a reformkorban, a 30-as években elindultak, 48-ban, 49-ben tönkreverték őket, jött a Bach korszak, majd 67-ben föltámadhattak, aki még életben volt, és átvehették a hatalmat, és megvalósították a fiatalkori polgári álmaikat, és fölépítették a polgári Magyarországot. Ilyen Magyarországon ilyesmi nem jutott ki egy generációnak se, hanem jöttek a baleg generációk, mi is azok vagyunk, Péter, akik a 80-as évek végén elhittük, hogy itt egy teljesen más Magyarország következik. Elhittük, amit a Göncz Tata mondott, hogy Magyarország sikerre van ítélve. Magyarország nem volt sikerre ítélve. Halkan beszélek? Nem, egyáltalán értek mindent, amit mondasz, csak egy kicsit csodálkozom, de... Hogy balekonnak tartom a saját generációnkat, meg az előzőeket? Hát persze, az apám generációt is annak tartom, ők más hittek el. Igen. A korábbiak megint más hittek el. És mindegyik hazugság volt, és mindegyikbe belebukott az ország, meg ez a generáció, és nem lett semmi abból, amiben elindultak. A miénkből se lett semmi. Igen, de ez egy nézőpont kérdése, minket az befolyásol, hogy az, amit itt látunk, ez legalábbis az én verziómban egy diktatúra, egy személynek az országáról van szó. És ez nem egy csődnek. De ezt én mondom, objektíve meg annyi, ha holdról nézve lehetséges, hogy tévedek, és az, hogy te most ex-katedra kijelented, hogy ez egy balek, át lettünk verve, ez nézőpont kérdése, mert azt gondolhatja például a Fidesznek, a generációjának a többsége, illetőleg azok, akik nagy sikert értek el, a saját szemszögükből vizsgálják a világot és ezt az országot, és mindaz, amit elértek, azt mondják, hogy ez egy sikertörténet, igazad van. Én Adira gondoltam, emlékezz vissza. Ugye mindenkinek a fülünkben ez a Latinovics lemez van bennem, de valami ilyesmit mondott, hogy elhittük, hogy a Kárpátok alján kiépült Európa, megfeszített erővel rángatták magukat előre, majd zuhanások történtek, és mond neveket, akik elmentek ebből az országból, mert látták, hogy nem történik semmi. Tehát mikor mi generációnkról beszélek, akkor én a Kárpátok alatt kiépül Európa részre gondolok, nem igen. Másra. Amiről te beszélsz, az meg ennek az ellentéte. Igen, az ellentéte, és ennek a mostani korszaknak az a jellegzetessége, ahogy a 30-as éveknek is, hogy miért, hol van az megírva, hogy azoknak van igazuk, akik szerint minden ember egyenlő. Lehet, hogy ez egy hülyeség. Itt arról van, hogy most egy revizionista világban élünk, annak a revíziója, ami azokat az éveket jellemezte, amikor úgymond mi hittünk. Mi elhittük azt, és valószínűleg én például még mind a mai napig hiszek abban, hogy a felvilágosodás és mindaz, ami az emberi egyenlőséghez kapcsolódik, az a helyes út. Ugyanakkor természetesen elismerem, hogy ebben van egy idealizmus, de éppenséggel Amerikát hívom segítségül, hogy az amerikai objektív fejlődésben részes az idealizmus. Egy csomó dolog, amit célul kitűznek, illetve mondanak, de tudják ők is, hogy nem úgy van teljesen, de mondani kell, mert hisznek abban, hogy ez elvezet egy olyan világhoz, ami egyébként lassan az ő szellem irányításukkal meg is valósult, hogy egyre kevesebb és kevesebb embert ér a Földön megkülönböztetés, származása, vallása, stb. Között, még akkor is, hogyha rengeteg ellenpéldát tudunk. De hát a dolgokat nem lehet egy egyenes vonalban nézni, hanem rengeteg ciklusok vannak, de a trend micsoda? Az eddigi trend most megtörni látszik. Megfordul. És megfordulni látszik, és
Most arról szól ez az ukrán háború, hogy ez igenis tud Hitler János jellegű háborúvá válni, mint ahogy a beindítása már is már Hitler János volt. És most az fogja megszabni valószínűleg szerintem, hogy hajlandók-e végigcsinálni a második világháborús amerikai utat az amerikaiak és a nyugatiak. Valószínűleg nagyon, nyilvánvaló, ez azt jelenti, hogy azt ez mondom, hogy... vannak kétségek, tessék? Erről beszélek, hogy ez ügyben már az ukránoknak is vannak kétségek. Vannak kétségek, mert ők állandóan egészségesen építőjelegen provokálnak. Ők állandóan fölhozzák, fölráznak azért, hogy ne forduljon elő, mert mintha ők, a baltiak, a finnek, a részben a németek, de elsősorban az előbb említettek, az egyedüliek, akik szinte 100%-osan földolgozták azt a történelmet, amiről beszélünk. Miért? Mert őket érintett, a lengyeleket nem említettem, őket is, mert ők azok, akik a leginkább saját testükben, lelkükben érintettek voltak annak kapcsán, hogy a szovjet imperializmus milyen mértékben volt összekapcsolva a német fasizmussal szellemileg, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen második világháborús eszkaláló agressziót követett el a Szovjetunió Finnországgal szemben. Az északiak és a lengyelek ebben, a lengyelek éppen a demokratikus elköteleződés hírei, de mondjuk ebben igen, a szovjet orosz imperializmusra szemben elkötelezettek, plusz a baltia, plusz még én hozzáveszem, hogy a finneket és a svédeket a legutóbbi időben, finneknek is volt elég szörnyű tapasztalatuk a szovjeteknek. Ez történelmileg kulcsjelentőségű háború volt. A nyugat többi része már egyáltalán nem olyan rettenet. Tően stabil ebben a dologban, Amerika az eddig legalábbis. Nem, Anglia és Amerika, és a másik pedig az, hogy ez természetes, a franciáknak a történelmi következetessége az körülbelül olyan, amit most látunk, hogy egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, és egy kicsit úgy sunyiskodnak, mindegyik hozza a saját formáját, de a végén nem azért, mert eltervezik, hanem azért, mert a természete a fejleményeknek bele fogja őket kényszeríteni, hogy 100%-osan szint valljanak. Én úgy gondolom, hogy most egy nagy háború lesz. Tehát, hogy mire gondolsz? Hogy nagyobb lesz a háború. Tehát, hogy eszkalálódni. Kiterjed Ukrajnán túlra? Tulajdonképpen igen, nagy valószínűséggel. Nincs tulajdonképpen, vagy igen, vagy nem. Így nem merek, mert a mai harcászati technológiáknak rengeteg oldala van. De azt hagyni, hogy Oroszország éhség lázadások kitörése érdekében háborút folytat az emberiség nagy része ellen, az nem hagyható. Olyan nincs, hogy ne vegyék blokkád alá egy utóbb az amerikaiak és a nyugatiak és a törökök az orosz kikötőket, abban az esetben, hogyha lopott gabonát adnak el, illetőleg, hogyha nem hagyják, hogy Ukrajna gabonát szállítson a Közel-Keletre, Közép-Ázsiába, illetőleg Afrikába. Hát itt ez a legnagyobb agresszió, amit elkövet Oroszország, egy világháborús agresszió. Ennek a föl nem ismerése egyelőre az, vagy felismerése, de ha így hagyása, ez nem maradhat a levegőben. Nem lehet megengedni, hogy az Oroszország győzzön ebben a háborúban. Ha győz, ha megengedik, hogy győzzön, akkor tulajdonképpen a történelem menetét tényleg megfordítják, és szabad utat adnak új fasizmusok revansának, területi revansoknak, és minden olyannak, amitől az egész világ meg fog változni. Most már éppen Oroszországnak a hadviselése, a kíméletlensége, a gusztustalansága, durvasága nem ismer határokat. Ez olyan, mint ahogy eszkalálódott, különböző okoknál fogva durvult a német fasizmus, ahogy a japán fasizmus, ez ugyanaz következik be, mert nem tudnak veszíteni. Nincs be a génjeikben, azban a társadalomban az, hogy ők elismerjék, hogy veszítenek. Van, ez így van. Csak hogy míg az elitek ezt úgy látom, hogy fölismerték, addig a társadalmak a kifáradás jeleit hamarosan elkezdik mutatni, és rá fogják kényszeríteni
az elitjeiket, hogy hagyják ezt abba. Legalábbis ebben az, ezen a szinten, ami most van. Mármint kik fogják rákényszeríteni? A nyugati társadalmak. Ezt honnan tudod? Mert ezzel én szerintem egy idő után lehet számolni. Minél nehezebbek a körülmények. Tehát, hogy Németországban is most már áramkimaradások vannak, hogy benzinhiány fog fenyegetni, hogy egyébként rendkívül pillanat, ezek már be egy mondatot, jó. És akkor ez egy, most tudom, hogy tőle teljesen idegen megoldás lesz. Szóval, hogy én éppen Németországban lakó magyarokkal beszéltem a hétvégén, és azt mondják, hogy igen, ezt a nép vagy a társadalom érzi, hogy itt áldozatokat kell hozni, és nem biztos, hogy ezt teljes mértékben el fogják fogadni. Ráadásul van egy olyan tétova, hát hogy mondjam, csak eléggé alkalmatlan kormányuk, aminek a hitele rendkívül csekély ebben az egész ügyben. Tehát nincs egy olyan erős ember, aki megmondhatna, hogy de, kedves honfitársaim, itt most kitartunk ezért is ezért, mert össze-vissza motyogó kis kancellárjuknak nem lehet hinni semmit. És ez más országban is előfordulhat. Ez egy veszély. Igen, veszély. Azt mondom, hogy már megtörtént, egy veszély. Veszély. És akkor azt fogják mondani Ukrajnának, hogy figyelj, egyez ki, elviszik a keletet, marad neked elég. Igen. De a második világháborúban egyre nagyobb és nagyobb áldozatokra volt kép hajlandó a nép, és ugyanaz a nép, amelyik korábban nagyrészt azért ellenezte, hogy legyen háborúba való belépés Amerikában, Angliában, és csomó helyen. Szerintem a néplélek az nem egy olyan leegyszerűsíthetően, racionálisan megközelíthető dolog. Magyarországon annyi minden aljasságot megcsináltak ezzel a néppel az elmúlt 12 évben, most nyilvánvaló korábban is, aki nekem ez az elmúlt 12 év fáj, és egyre nagyobb a támogatottsága azoknak, akik ezeket a dolgokat megcsinálták a néppel szemben, és őt a nép úgy gondolja, hogy nem is ellenük csinálták. Tehát ez egy olyan terület, amit nem tudok igazából kommentálni épeszűen. Ez nem is lehet épésszel felfogni. A népeknek a viselkedése nem kiszámíthat. A népek... Rendben van, de azért nem is kell ezt ennyire egy mágikus világképbe belezavarni a dolgot. Abban a pillanatban, amikor őrületes nagy az infláció, ami, és hiába mondott, hogy ebben a pandémia szerepet játszik, mert most mindent a háborúhoz kötnek, nagy az infláció, ellátási zavarok vannak, rettentően kiköltekeznek a kormányok, és nyilvánvalóan adóemelések jönnek, mert ezt nem lehet, hogy itt milliárd és milliárd dollárokat szórnak ki máshol is. Tehát ez előbb-utóbb meg fogja fordítani természetesen az embereknek a hangulatát. Nem azt mondja, hogy az egész társadalom, de jelentős. És fölerősíti, de náluk például hogyan tudná? A szélső jobb oldal hangját. Ugye megmondtuk, fogják üvölteni. Igen. Az, hogy a több olyasfajta rendszer alakul ki, mint a magyar, annak megvan az esélye akkor, ha... különösen akkor, ha hagyják Oroszországot győzni. Ha hagyják Oroszországot győzni, és ezt véleményem szerint az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, most Lengyelországban, annak függetlenül attól, hogy Lengyelország olyan, amilyen, az egész Skandináviában, Nyugat-Európában az emberek egy nagy része zsigereiben, az elitjük pedig tudatosan érzi, hogyha most ennek az Oroszországnak engedünk, akkor tulajdonképpen azt engedjük meg, hogy egész Európát elárassza az orosz győzelmi szellem. Nem fogják hagyni, ez az én fogadásom. Igen. Ebben is rettentő nagy hullámzások vannak. Ugye nézzük át az elmúlt heteket. Amennyit tudunk, nagyon keveset tudunk, mert természetesen sem az ukránok nem mondják el, hogy mi történik a csatatereken, pontosan sem az oroszok. Tehát még a brit hírszerzés is, ami a legpontosabb talán, találgat, hogy az amerikaiak. Azt látjuk, hogy a legutóbbi hetekben az oroszok jönnek föl. Miért jönnek föl az oroszok? Hát többek között azért, mert a nyugat folyamatosan tétovázott a támadó jellegű, korszerű nehéz fegyverek átadásával, és még mindig nem döntötték el például a németek, hiába ígérték meg például a lengyeleknek, hogy szállítanak ezt meg azt, hogy az lengyelek továbbadják a volt szovjet technikát, nem szállítanak. És ez a tétovázás, ez a nyugati bizonytalanság, hogy voltak éppen meddig mehetünk el, mi az, amit Oroszország még eltűrt tőlünk, ez oda vezetett Ukrajnában, hogy visszaszorulóban vannak. Ukrajnában más
okok miatt tudnak most offenzívában lenni. Egyrészt az, hogy az ukránok erőt gyűjtenek, másrészt az oroszok megváltoztatták a taktikájukat, új vezérkar van, logisztikailag megújultak, stb. A másik, hogy amiről te beszélsz, azt tulajdonképpen azt kritizálod, hogy a nyugat a természetes természetét mutatja. Hát a nyugatnak mindig az a természete, hogy vitatkoznak egymással, hogy átgondolják balról, jobbról, stb. Aztán megérkezik, mindig utólagosan nézve, vagy párhuzamosan nézve, késve, de utána megérkezik a dolog. Nem kell félned attól, hogy ez az impotencia, ez marad. Minél inkább egzisztenciális veszélyt hordoz magában mindaz, ami a fronton történik, egzisztenciális veszély a nyugatra nézve, leegyszerűsítettem szólva, annál egyértelműbb, és annál nagyobb, és annál hatékonyabb, és jóval korszerűbb lesz a válasz, mint amit az oroszok tudnak. Ez azért van, mert a nyugat pontosan a maga tétovasága közepette tud okosabbá válni, és eleve az, hogy olyan a gazdasági természete, hogy rugalmas. A másik pedig egy behemót semmi, egy hanyatló ország, ahonnan elmenekülnek a vezetőknek a gyerekei is. Hát gondolja be, hogy tudnának azok bármiben labdába rugni? A történelemnek az a tanulsága most az elmúlt 100 évben, hogy vagy világvége lesz, vagy pedig ezek fognak győzni. Olyan nincs, hogy nem lesz világvége, és az oroszok úgy fognak győzni, hogy az emberiségnek, vagy a nyugati világ pedig fejet fog hajtani. Ilyen nem lehet. Egyszerűen nem lehet, mert ez a természete a dolgoknak. Jó, legyen így. Hát mindannyian jobban járunk, mert ha valóban Oroszország a legkisebb sikert eléri, és le tudja szakítani mondjuk Ukrajnának egy részét, az már olyan diadalként fogja ünnepelni akár a putyini Oroszország. De nem fog megváltozni semmi. Igen. Ami olyan szélső jobboldali föltámadást hoz Európában, ami minden, nemhogy visszaigazolja az Orbán rendszer, de piedesztálja fogja emelni. Igen. Igen, igen. Ezt mind értjük. Igen, rendben van. De ennek a kilátásai, ha a dolog másképpen fordul, és Oroszország nem nyer, és a nyugat, ha késve, akadozva, zavarosan, de mégiscsak bizonyítja, hogy erősebb mindenféle szempontból, akkor mi lesz itt? Itt, ebben az országban. Nagy valószínűséggel a következő 4 éven belül meg fog bukni ez a rendszer. Mert? Mert nincs visszaútja. Nincs visszaútja. A rendszernek a bukása az, nem tudom, ha bárki kérdezni, hogy ezt hogy képzelem el, hogy nem, úgy gondolom, hogy népszavazásos oldalról, vagy demokratikus választás oldalról nem érik meg az idő a következő 4 évben arra, hogy ez a rendszert, vagy ezt a kormányt leváltsák. Itt arról van szó, hogy a rendszer önmagát tudja megbuktatni. Olyan dolgokkal, amik például mostanában történtek, hogy más nem mondjak, Kirill Pát járkának az ügye, az egy olyan rendszer specifikus. Egy szimbolikus ügynél senkit nem érdekel Magyarországon. Nem a magyar emberek fogják meg. Még egyszer mondom, a rendszernek a bukásához azt tud hozzávezetni, hogyha nincs egy darab szövetségese sem a világban. Hol vannak a szövetségesek? Hol lesz neki egy szövetségese abban az esetben, ha Oroszország elbukik? Onnantól kezdve megkezdődik a visszaadása annak, amit ez művelt. Hát gondolja be vele, hogy megmondják egyébként a luxemburgi miniszterelnöktől a finnekig, mindegyik, a lengyelig bezárólag, hogy most még benne vagyunk ebben a játékban, tudjuk, hogy te játszatoztok velünk, de tessék, oké, parancsolsz Kirillban, jó, kihúzzuk a listáról, mert azzal húzni akartad az időt, azzal, hogy a Kirillről legyen ez. Egy kicsit? Tessék? Számoltál te egy kicsit? Miért? Hogy itt vannak ezek a különadók, meg az állami beruházások leállítása, mennyi pénzt akar a kormány beszedni. Valaki egyébként talán a portfolio.hu összeszámolt, hogy kb. 3000 milliárd forintot akar Orbán beszedni. Ez azt jelenti, hogy már nem számol azzal, hogy az unió pénzt ad,
és ezeket a pénzeket begyűjti itthon, akkor gyakorlatilag évekre, hosszú évekre tudja finanszírozni a saját rendszerét, anélkül, hogy az uniótól egy fillér jönne. De a magyar rendszernek nem csak pénzügyi, hanem a magyar rendszer gazdaságilag ezernyi szállal kötődik. És nem fognak majd szállítani a németek tankokat Magyarországnak? Egy pillanat. Hogy Lengyelország nem köt üzletet velünk, dehogy nem. Abban az esetben, ha Oroszország veszít, akkor tulajdonképpen mindaz lelepleződik, ami miatt azt lehet mondani, hogy egy cinkosáról van szó, egy háborús bűnös cinkosáról van szó. Igenis lehetnek szankciók. Igenis lehetnek olyan döntések. Ha Oroszország vesz. Veszít, ha veszít. Igen, és ha nyer. Az egy nyeremség, ami vezetőnknek és az egész rendszernek, anélkül egyébként, hogy ők szívük szerint valóban az oroszok oldalán állnának. Nem. Ők pókereznek, kimondottan nagyon nagyban kaszinoznak egy magyar népnevű fogalom sorsával. Pontosabban sorstalanná tették a magyar népet, azáltal, hogy ezt a dolgot fölvállalták. Ez messze túlmúl egy mindenen. Az, hogy Oroszország ügyében ilyesfajta különút lehetséges legyen egy Európai Uniós, egy NATO ország számára, még akkor is, hogyha elszegek, hogy mitől kül, mások is ezt csinálják, ez egy baromság. Nem csinálja senki, csak Magyarország csinálja ezt. Nem volt másik ország, amelyik nyíltan a világ színe előtt fölvállalt volna két vétót, egy történelmileg alapvető jelentőségű döntés kapcsán, azon az oldalon, ahová elméletileg mi tartozunk. Vagyis nem tartozunk oda. Nem tartozunk oda, és ennek kell lelepleződnie, és ez le fog lepleződni, hogy nem tartozunk oda. És ennek az árát ugyanúgy kell megfizetni, ahogy azok meg fogják fizetni, akiknek a cinkosai voltunk. Szóval, Oroszország veszít, és mindez bekövetkezik, Magyarország még párjább lesz, ha lehetséges. Ettől még nem kerül ki a gazdasági viszonyrendszereken, és még egyszer mondom, Orbán számít rá Orbánnak. Vannak politikai tulajdonságai, például hajlandó előre gondolkodni. Ez neki egyébként létérdeke, mert tudja, hogy az ő bukásával rettentő dolgok következnének el az ő politikai meg gazdasági családjára, hogy finoman fogalmazunk a maffiáról. Tehát ez neki létérdeke. Éppen ezért mondom, hogy rettentő pénzeket gyűjt be, rettentő módon koncentrálja a titkosszolgálati funkciókat, ezt is látjuk, és tudjuk, hogy mi mindenre lehet ezt felhasználni. Magyarán sokkal nagyobb jogelvonásokra kell fölkészülni, és egy sokkal inkább megfigyelés alá tett társadalommal kell számolnunk, ahol a mozgáster az egyes embereknek, a nem létező autonómiáknak a nullával lesz egyenlő. Ez valószínűleg ez a folyamat most a következő egy-másfél éven belül nagyon is érezhetővé válik, amit te most elmondasz, ez így van. De ez nem maga a hír, ez csupán az, hogy erre számít, hogy most erre van szükség, és tekintetben ő nagyon saját szempontjában nagyon helyesen egyrészt föntartja a fogadási tétét, hogy tudnélik itt az oroszokat nem lehet legyőzni, Oroszország az egy hatalmas birodalom, az képtelenség legyen, az ott lesz mindig. Ő ugyanakkor a rendkívül okos és rendkívül számító és rendkívül jól érzékeli a opciókat, de nem veszi komoly opciónak, mert ő önmaga, és ez senki nem képes, hogy önmagát személyesen, objektíven tudja látni. Nem tudja látni, annál is kevésbé, mert a környezetében nem engedik, hogy esetleg depressziósá váljon, másrészt pedig letett a 12 év alatt olyan dolgok tucatjait, amelyek bizonyítják, hogy ő szállította mindazt, amit beígért. Tehát az ő fejlődését meghatározzák szubjektív és objektív elemek, amelyekben meri fölvállalni azt, ami egy életveszélyes játék, tudnélik, hogy ő az oroszoknak a győzelmében hisz, pontosabban kalkulál, azzal kalkulál. Mert azt gondolja, hogy ránéz a térképre, ez nem lehet más. Ugyanakkor nem néz a térképre a tekintetben, hogy hol van Magyarország, hogy Belarus az megteheti.
hogy ez ilyen legyen. Venezuela megteheti abban a régióban, furcsa módon még mindig, bár most már kevésbé, hogy olyan legyen. Kuba furcsa módon megteheti. De Magyarország, Ausztria, Szlovákia és a többi szomszédjának a keretében, hát ez abszurditás. Hát ez nem hasonlítható semmihez sem. Ez nem tud egzisztálni orosz vereség nyomán, csak úgy tud egzisztálni, hogyha Oroszország megszabadul, ahogy Oroszországnak meg kell szabadulnia Putyintól, úgy ettől a rendszertől, ettől a rendszernek, ettől a formájától meg kell szabadulnia Magyarországnak abban az esetben, hogyha veszít Oroszország. Követni tudtad, amit én most mondtam? Tudsz követni? Azt mondom, hogy ez mind nagyon szép, de az Eszterházynak volt egy mondata a rendszerváltás után, amikor ugye mi bukott meg? A politikai rendszer bukott meg, és mi bukott meg? Megbukott az akkori politikai elitnek egy része, mert egy más része ugye átment, új pártot csinált, stb. És akkor azt mondta, hogy mi maradt itt az ármúltán, hát mi maradtunk itt? Azok az embereknek a milliói maradnak, akiknek az agyát az Orbán rendszer alakította ki így vagy úgy, és Oroszországban azok az embereknek a milliói maradnak, Péter, igen, mindenféle politikai bukás után, amiket a Putyin idomított be. Azt akarom mondani, hogy olyan társadalmakkal kell számolnunk, igen, amelyek nem biztos, hogy ezzel a bukással szembe akarnak nézni, és nem biztos, hogy akarnak változni. De mit csinálsz, hogyha nem ismered Magyarország 1957-es, 58-as, 66-os állapotát? Hát melyik? És utána nem ismered a 90-es állapotát? Hát kinevelte ki a magyar társadalomnak a mai nagy részét a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években? Az nem, és mi történt? Simán átállt. Ugyanez fog történni. Mi ebben a nagy dolog? Semmi. Hát ez azt, így van. Hogy nem hisz benne, csak alkalmazkodik. Ki nem hisz benne? Hát a társadalom senkinek. Abban hisz, ami van. Abban hisz, amelyik erőt tud mutatni. Az abban hisz, a Kádárban hit. Hát nem mondjad azt, hogy neked a rokonságod ismerősi körében nem az volt az addig jó nekünk, amíg Kádár él. Most az Péter, van, hogy addig jó nekünk, addig amíg Orbán él. Az alattvalók társadalma maradt, tök mindegy, hogy hova áll. Jó, most is az fog maradni, csak az alattvalóknak a mozgásszabadsága olyanná válik, mint amilyen volt egy ideig a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, hogy szabad. És még mindig itt vagyunk mi ketten, nagyon szabadon beszélünk, vagyis ezek a magok nem csak magok lesznek, hanem széles csoportok, de nincsenek illúzióim. A népeket nem lehet csak úgy átnevelni. A népek alkalmazkodnak, igaz? Az önmagukban bízó, saját magukban cselekvő, hatalomtól távolságot tartó emberek millióit nem Magyarországon kell várni. De máshogy sem lehet igazából, ha arra idomítják, mert arra idomították őket. Igen. Arra. Itt befejeztük, Péter. Jó. Ez a helyzet. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Zentai Péter, a Klubrádió külpolitikai újságírója volt a saját maga vendége a reggeli műsorban. Köszönjük szépen a figyelmüket.